felháborító, hogy 250 ezer forint, ami Európában vagy Európa többi részén a minimálbérnek a felét sem teszi ki. Magyarországon ezért kell küzdenünk, de a legdurvább az az, hogy emberek, magyar dolgozók egyébként képesek azt mondani, hogy úristen, mi lesz akkor, hogyha ezt bevezetik? Hát a végén még tönkre vennek a szegény vállalkozók. Azok a vállalkozók, akik egyébként még a lányaik barátjának a húga is S8-assal jár, azért, mert az 100 vagy 200 vagy az 1000 alkalmazottját minimálbérnek a feléért alkalmazta. Tehát egészen elképesztő ez a hozzáállás. Magyaroknak tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy akkor lesz normális életünk, akkor lesznek normális bérek, hogyha kiharcoljuk. Senki más nem fogja ezt megtenni helyettünk, nem érdeke ez a jellegi kormányzatnak, nem érdeke ez a multinacionális cégeknek, nem érdeke ez a magyar milliárdos rétegnek, meg a nagyon gazdag vállalkozói rétegnek se. Szóval itt nincs mese, itt ezt nekünk kell közösen kiharcolni. Ennek az egyik első állomása tud lenni a május 1-i tüntetésünk, amit a Hősök terén 10 órai kezdettel fogunk tartani, ez egy autós tüntetés lesz, gyertek el, és tényleg mutassuk meg, hogy most már elég volt ebből a kizsákmányolásból, nem hallgatunk az ilyen őrületekre, akik azt mondják, hogy itt a magyaroknak tényleg 100 000 meg 200 000 forintokért kellene átgürizni egy életet, hogy egy ápolónak, vagy egy rendvédelmi dolgozónak, vagy egy kereskedelmi dolgozóknak, de teljesen mindegy, hogy kinek, tanároknak, és most egy nagyon hosszú felsorás ennek, akiknek kiszúrják a szemét, elképesztően kevés pénzzel, azoknak csöndbe kellene maradniuk. Nem kell csöndbe maradni, ki kell menni és ki kell verekedni magunknak, ki kell harcolni magunknak a jobb béreket és a tisztességes erkölcsi hozzáállást is.